szemben velem az én drága szerelmem, és egyben a Joy Trend legtrendi, vagy mi? Joy magazin legtrendibb. Mi van? Legtrend, azért Bence a legtrendi, a Joy magazin legtrendibb sztárja. Na hát milyen érzés volt, hogy te először is húzd már fejem, mert az oké, hogy én látom, de ne viccelj, mert hogy itt a kedves nézők is ezt nézik. Szóval milyen érzés, az első díjad? Igen, nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon készültem már rá, bár nem tudtam, és igazából hazudnék, ha azt mondanám, hogy számítottam rá. Igazából így nagyon-nagyon bíztam benne, és reméltem azt, hogy idén én kapom ezt a díjat, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy szavaztatok rám. Ne oda néz, bunda volt. Ne oda integes, hanem a szerkeszt vicceltem. Megérdemelten nyertette? Tényleg trendinek tartod magad? Igazából ilyeneket nem szeretek mondani. Én azt gondolom, hogy minden olyan nő, vagy éppen férfi trendi, aki nyilván valamilyen szinten követi a divatot, de mégis tudja azt, hogy a testi adottságaihoz képest mi az, ami neki jól áll. És én azt gondolom, hogy ez már önmagában elég ahhoz, hogy valaki trendi legyen. Kérlek szépen, mondd el nekem, hogy melyik volt a legszebb születésnapi élményed? Hiszen a Joy is ugye születésnapot ünnepel, méghozzá a 15-et. Igen, és ez már... Majdnem egyidős vagy az újság. Jó fej vagy! Nem egyébként tényleg már nagyon sokszor... Szeretsz? Bogyó! Bence! Ne, szóval, hogy igazából hadd mondjam már el, hogy már nagyon sokszor kívántam a Joynak boldog születésnapot, de igazából az én... De a te születésnapodról beszélj, melyik volt a kedvenc, a legszebb? Ezt akarom elmondani éppen, igazából a legszebb, amit nagyon-nagyon ki tudnék emelni, az az idei volt, a 2013-as május 9-e a szülinapom, hiszen ugye egy önálló estel ünnepelhettem meg olyan emberekkel a nézőtéren, mint az én drága szerelmem, az édesanyám, tehát minden olyan fontos ember ott volt, aki számít nekem, és fontos. Na jól van, most pedig sietsz, ha jól tudom, nem fogsz itt bulizni. Miért? Hova mész? Nem, egyébként sem szeretek annyira bulizni az ilyen helyeken. Én nagyon-nagyon ritkán járok így igazából így bulizni. De igen, tény is való, hogy most nem is lesz tényleg lehetőségem arra, hogy bulizzak, hiszen hazamegyek, hiszen otthon várnak már, ugye vártok már, nagyon várnak már, hiszen holnap ballagok a kis osztálytársaimmal és a tanárokkal és a sulimmal. Adél, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Fura veled lezárni egy beszélgetést. Szerintem nem. Adj egy puszit. De ugye ne legyen nyoma. Bence, nem lesz nyoma.